Sziasztok, mindenki, sziasztok, az én MMO Mesi Lezire, én az és ez itt a Salim Face, a nem tudom, hanyadik része. A lényeg az, hogy itt vagyunk, és Larryvel visszajöttünk az apartmanban, ugye elköltöztünk egy páron az apartmanból, de visszajöttünk, mert hát visszajöttünk. Közben meglátogattam itt az itt élőket, és hát valaki változott, valaki nem. Viszont valahogy nem hagyja nyugodni Larryt az, hogy egyáltalán, hát úgy megszűntek a szellemek, meg igazság szerint még egy-két dolog, amire valószínűleg majd most fél fog derülni. Igaz, Larry? My Chimbora. Nagyon vártátok a Sally Face részt, én is tudom. És hát sajnálom, hogy ilyen, hát nem akartam nagyon gyorsan vele végezni, meg hát ugye sok dolgom is volt, meg ilyesmi. De most hol is vagyok egész pontosan? Nálam, milyen cuccok vannak nálam? Ja, van nálam három fog egyébként, az egyik egy ilyen, hát ilyen romlott, vagy nem, romlott fog, érted? Szóval most szerintem körbenézek. Hol van egyébként a lejárat? Bedroom? Fogalmam sincs, hogy hol vagyok. Ja, most lent vagyok a, nem tudok az alaksorban. Hoppá, megtaláltam még egy fogat. You can't handle that tooth! Tudom, mondtátok, hogy néha kitakarom az írás, de hát attól függetlenül megpróbálom nektek lefordítani. Hát már négy fogam van, lassan már hallod, egy egész protkót összeszedek itt a végén. Tudnád is, te tündetestek. Na, nézzük meg a bedroom 2-t, mert két bedroom van, yeah. És itt a lejárat, a hedge door. A fenébe, valahol lelejtettem a kulcsot reggel. Jobb, hogyha megkeressük. Nem emlékszel egész pontosan, hogy hol volt ez utoljára? Fogalmam sincs. De valahol kiesetett a zsebemből. Hát ez tökéletes, ez nagyon jó. Oké, valahol csak megtaláljuk. Hát ez nagyon jó, hallod? Hii! Szóval nem tudunk lemenni, meg kell találnunk a kulcsot, de legalább tudom, hogy itt van a lejárat. Ez jó. Hé, azzal a csappal ott mi van? Miért ilyen zöld? Na mindegy. Nincs nálam a izé, ugye ez a szellemkereső cucc. Már nincs nálam, jó. Hát akkor még megnézem Royalinek a szobáját, meg megnézem a faházikót is, mert hát ugye ott még nem jártam. Aztán valószínűleg ki kellene kell. Mondtatok valamit egyébként a madárfészekkel az ötödiken, úgyhogy azt majd mindenképpen meg akarom nézni. Mert azért szoktam olvasni kommentet, ez nem nagyon, nem spoilereztétek, csak hogy a madárfészek majd fontos lesz, ennyit mondtatok. Szóval, köszönöm szépen. Furcsa így látni a lakást. Vagy a szobámat. Sok minden megváltozott, mióta elköltöztem, és örülök, hogy működik. Jaj, jó szobánk vagy, jaj, és oda fog hozzánk költözni, ő még nem költözött még oda, de Larry is tervez hozzánk oda költözni, most már értem tulajdonképpen. De kicsit valamiért elszomorít, hogy itt elmegyek. Nagy változás ez, Larry. Megértem, hogy egy kicsit érzékenyen érint téged. Jól vagy? Igen, minden oké, keresgéljünk. De Larry egy kicsit sajnálja ezt az egészet. Biztos sok ideje itt lakik, érted? És így valamilyen szinten megértem, mert amikor nekünk is el kellett költöznünk arról a helyről, ahol amúgy tulajdonképpen felnőttem több éven át, bizonyos okok miatt, akkor nekem is olyan rossz volt, hogy utoljára kilépni abból a lakásból, hogy hát én már oda nem fogok többet visszamenni, és helyette mások fognak ott lakni. És persze mai napig nem felejtem el, hogy ott laktam. Lisa, menjünk be Lisa szobájába. Szóval meg tudom érteni Larryt ezen, ilyen téren, simán meg tudom érteni. Lisa, itt hagyta a matracát. Miért hagytad itt a matracodat, Lisa? Az már nem kell? Jó, nézzük meg Larry szobáját. Nem Larry szobáját akarom megnézni, hanem ezt a bedroomot. Azt hiszem van bedroomjuk is. Aha, itt van ilyen láda, nézzük a bedroomot. Hát itt már szép minden. Hát gondolom Lisa az felköltözött a fateromhoz, ami egyébként tök jó hír. És akkor Larry meg hozzánk akar majd költözni. Na akkor Larry szobájába megyek. TV meg ilyenek nem hozod magaddal, Larry? Emlékszel a first time először, emlékszel, amikor először láttalak maszk nélkül? Hogyan tudnám elfelejteni? Headbangeltünk nagyon durván. És lecsúszott a fejedről. Nagyon durva volt egyébként látni a véres ort, meg az ilyesmit. Nem gondoltam volna. Ja, rosszul is éreztem magam miatta. Ja, lefejeltik egymás headben közben, és akkor le kellett... Ja, headben geltek, és összefejeltek, és le kellett venni a maszkot. És akkor miért mondta? Ja, és azt hazudtam, hogy nem segítek a kiskoromban. Hát jó, hát igazi spanok vagyunk tulajdonképpen. Na, akkor menjünk kívülre. Jó fej ez a Larry.
Okay, és akkor most megyünk, megnézzük a faházikót, hogy mi változott, hogy változott a valami a faházikóba. Faházikó. Levinél az a járás, az nagyon dude. Climb. Ha jól tudom, akkor Larry és a faterő építették ezt, csak a faterő ugye lelépett. Még mindig nem tudom elhinni, hogy apa elhagyott bennünket. Nem tudom megérteni az érzéseit. Nem tudom egyszerűen, hogy ez... Nem tudom felfogni, hogy ez igaz. Valamit egyébként mindig elrejtettem előled, szal. Valamit az apámmal kapcsolatban. Egy nagyon érdekes történetet, vagy valami horrorisztikus történetet. Oké, tesó, elhiszem, hogy először nem bíztam benned, és sajnálom. De mindenkinek vannak saját titkai, nem? Elmondom neki az igazságot. Figyelj, elhiszem, hogy nehéz volt magadban tartani. De nem haragszom rád, csak... Azt hiszem, hogy az apát felvette velem a kapcsolatot. Mikor? Hogy? Mi? Mi? Nem vagyok biztos benne, hogy ő volt. Csak egy megérzés. Plusz... kérte, hogy vigyázzak rád, csak és hogy ezt nem mondjam el. Azt mondta, hogy ha elmondom az igazságot, bajba kerülhetsz. Hogyha az apád volt, akkor 100%-osan nem volt ember. De a lényeg az, hogy indokkal hagyott el téged. Feláldozta magát, hogy megállítsa a kultot, és megvédjen téged és Lizát. Nagyon szeretett benneteket. Úristen, a faterját is. Hogy érted, hogy nem volt ember? Nehéz ezt megmagyarázni. De olyan volt, mint egy alien. Alien. És azért, jó, hogy azért Szernek a fateljának is volt egy nővér, aki meghalt? Vagy valami ilyesmi? Akarsz valamit mondani ezekkel kapcsolatban? Nagyon durva, hogy egy nagyon ilyen fura dolgot, vagy ilyen őrült történet, és utána azt mondod, hogy az apám egy hős volt. És mi az, hogy alien? Mi az, hogy... Most komolyan? Ez nem segít a történeteden. Az igazságot mondom, Larry, esküszöm. Oké, tesó, elhiszem. Nem hagyhatnánk ezt most abba. Oké, de itt... oké, de erről beszélnünk kell még később. Larry nem hitt nekem. Hát ez nagyon durva egyébként. Szóval akkor kérdezi, Larrynek a faterja feláldozta magát, ugye volt ez a kult, meg minden. Jó, hát úgy látszik, hogy itt nincs már semmi. Akkor most viszont nem tudom, nézzük meg azt a ketrecet? Talán. Fent az ötödik emeleten? Szerintem az kéne. Mondtátok azt a ketrecet. Ketrecet. Úgyhogy akkor most megnézem azt a madárket. Ugye van nálam... pocket knife. Meg vannak nálam dolgok, tehát remélem mindent összeszedtem, hogy tovább tudjak jutni a játékba. Úgyhogy hát akkor megyünk az ötödikre. Oh yeah! Yeah! Larry! Hát én sajnálom a Larryt amúgy. Sajnálom, nem tudom beszélni. Mondjuk 103 volt az elmúlt pár napban, szóval meg is értem, hogy nem tudom beszélni. Jaj, na mindegy, let's go! Ötös. Milyen sokat jöttem fel, de várjál, hol volt az a madár ketrec? Még szobában. Nem emlékszem. 503-as talán? Hát szerintem ez nem az 503-asba volt. Várjál, valahol ott, nem? Ahol így át kell bújnia? Fú, már nem emlékszem. Mindegy, átnézzük. Annyi baj legyen, átnézzük. It's totally fine. Miért beszélsz halfangolul? It's totally fine. Jöhet chatbe a totally fine, én azt mondom. It's totally fine. Itt lesz, oh yeah. És akkor, hoppá. Meg kell találnom a screwdriver, ezen nem lehet. Ennyi. Pocket knife-val, érted? A pocket knife. It's totally fine. Jesszus úristen! Hát ezt gondolom most az izék lesznek. South. Gondolom azt ide kell rakni, a vesztet, North. Na hát tulajdonképpen ez egy iránytű, és ráadásul az E betűs fogat el is hagytam, úgyhogy vágtam itt egy kicsit a videóban, nem akartalak untatni. Egyébként az első emeleten volt a maradék fog.
az öreg nénének a szobájában, és ugye be kell rakni tájékozódás szerint, és akkor ott a kulcs. Wow! Azt hiszem megtaláltuk a kulcsot, amit elveszítettél. Hol a francba került ide? Én nem tettem ide! Úgy látszik, hogy valaki azt akart, hogy találjuk meg. Akkor miért nem tette az ajtó mellé, vagy esetleg a leveles ládámba? Larry, ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Oké, megvan. Oké, teljesen mindegy, megvan a kulcs, menjünk. Nézzük meg a templomot. Oh yeah, most már mehetünk a templomra. És akkor az hol van az első emeleten, ugye? Ja. Vagy nem? De. Larry! A B, vagy nem is az első emeleten, hanem a B-be! To the B! És akkor erre. Gyere, Larry! Menjünk, Larry! Larry! Törenne ez a zene! Törenne! Jó, hát ez a véleményem, hogy tören! Hát nem itt van. Tören! Ez a zene! Hallod a zenét? Oh my goodness! Erről miért nem szóltunk? Vagyis nem tudom. Miért nem szóltunk valakinek? Vagy szóltunk valakinek, hogy itt van egyébként egy teljesen templom, így a... Na mindegy. 2 óra múlva. Háó, ez nem hangzik túl jól. Nem hangzik túl jól az, hogy 2 óra múlva. Hello, dude. Teljesen normálisnak tűnik itt minden, Larry. Most már teljesen normálisnak érzem az apartmant. És mi a helyzet ezekkel a fogakkal? És a csillogó madárketreccel? És a kulcssal? Hát ez egy kicsit olyan fura. Valami jön, tesó, érzem. Nem tudom micsoda, de érzem. Larry, én elhiszem neked. Lehet, hogy igazad van. Tudod, talán elkészül azzal a kütyűvel, amit megpróbál egyébként ezzel kapcsolatban, tudod, akar nekünk valami kütyűt csinálni, amivel esetleg jobban kiderül, hogy most akkor milyen franc történik itt. Oké, és ki jött már a suliból? Nem, még ott van szerintem, és találkozik Ash-sel. Emlékszel? Ó, persze, igen. Ide jönnek majd, vagy ide hozzák őket. Vele könnyebb lesz ez a paranormális dolog. Ez így van. A tényleg Ash-sel még nem is találkoztam, mióta felnőtt. Kíváncsi vagyok, hogy néz ki. Jó csaj lett belőle, vagy mit tudom én. És ne felejtsd el, hogy ma együtt vacsorázunk ma este. Igen, Larry, együtt vacsorázol nálunk. Hogyan felejthettém el? Esés közted. És nem vágom. Oké, anya, lényeg, hogy együtt fogunk vacsizni. Ez egy jó ötlet. Ja, és itt el is mentünk. Hát akkor nem találtunk tulajdonképpen lent semmit. Hé, hey, Ashley! És így eltakarom Ashley-t, érted? Ashley! Látni akarom. Szal! Oh yeah! Oh, de örülök, hogy látlak. Nagyon hiányoztatok nekem. Ó, mi is nagyon hiányoztál, vagy te is nagyon hiányoztál nekünk. Mi is hiányoltunk téged. Milyen jó mocia van. Levágattad a hajadat. Tetszik. Igen, így könnyebb vezetni a... Ja, igen, tényleg Ash levágatta a haját. Így könnyebb ridingolni a motorral, könnyebb motorozni. De feltalálták egyébként a bukós isakot, de teljesen mindegy. Meghagytad a kis coffodat. Ő ezt vette észre. Oh, look at this! Now look at this! Nem is emlékszem, hogy mikor toltuk egy... Azt ott fogja a pocakját. Nem is emlékszem, hogy mikor lopunk együtt. What's that? Ja, nem hallja! Szóval... Nem is tudom, hogy mikor töltöttünk el együtt időt! Én sem! Jó itt kint! Olyan békés! Ez aranyos, megmondjuk, megmondom őszintén, hogy ez aranyos, hölgyeim és uraim. És ott vannak. Look at this! Szóval te és Ben most már jól vagytok? Á, igen, jól vagyunk. Ki az a Ben? Biztos a spat, csávója. Mi volt egyébként ezek? Mi volt ez az egész egyébként is? Hát ilyen kis butasság. Vagyjál, szívtelennek. Vagy lelketlennek nevezett azért, mert nem sírtam a nagymamának a temetésén. Micsoda?
Azt mondja, hogy jó, nem vagyok ember, mert nem sírtam, bla bla bla. És aztán egy nagy veszekedésbe torkolózott. És akkor itt vesztünk össze, de most azóta már kibékültünk. Milyen hülyeségem vesztek össze? Én még sosem láttalak téged sírni, Ash. Ja, mert azért, mert egy lelketlen szörnyeteg vagyok. Jobb, hogyha odafigyelsz, mert én vagyok a szörnyeteg, aki szórakozni fog veled. Hogy vagy egyébként Sally Face? Mert mondjam, hogy vannak rémálmaim neki, vagy nem? Á, megmondom, hogy jól vagyok. Hazudjunk. Ezt jó hallani egyébként. De kicsit érzem benned, hogy nem ez a teljes igazság. Jól ismer engem az első ezek szerint. Hát, voltam. Mostanában egészen jól vagyok. Szóval a legjobb barátok vagyunk, hogy itt vagyok neked. Ne legyél ő... Nyugodtan elmutatod, hogy valami baj van. Ha nyomja a lelkedet! My face, your mask. Publikban mindig, most tulajdonképpen a maszkról beszélünk, hogy ugye publikban mindig rajta van a maszk, de a barátai előtt már szívesen leveszi a maszkot a Sally, mert hát ugye ők már látták. Csak szeretném, hogy tudd, nem kötelező hordanod. Itt nincs most itt senki, nyugodtan leveheted. Hogy érzed magad? Jól vagyok, tudod. Most már kezdem egyre jobban érezni magam, hogy kiköltöztem a városból. Azt hittem, szereted a várost. Szerettem a várost, jó itt meg minden. Csak lakni nem szerettem itt. Nagyon hangos, meg ilyesmi. Nem tudok egy kicsit sem gondolkodni a hangzavarban. Á, ezt megértem. Meg a legrosszabb az egészben, hogy elveszíted a természettel való kapcsolatodat. Hiányoznak nekem ezek a vidékek. A friss levegő, a természetesség, nézni fent az égen a csillagokat, a barátaimmal együtt, éjszakákat tölteni. Nagyon hiányoztál nekünk, Ash. De ma este megnézhetjük együtt a csillagokat. És... nem. Meddig fogsz maradni? A családommal? Vagy valami ilyesmi? Ja, az apám befogta a szobámat egy ilyen dolgozó szobának. Azért, hogy csinálja Lizának egy szobát. Igen. Még mindig nem hiszem el, hogy ők ketten összeházasodtak. És akkor te és Larry, akkor te most a testvérek lettetek? Há, igen, valahogy valami olyasmi. Kicsit fura. De jó értelemben fura. Örülök, hogy újra boldognak látom a apámat. Nagyon aranyosak együtt, ez tény és való. Megkérdezem tőle, hogy boldog vagy-e? Te boldog vagy? Minden. Az élet. Tudom. Ez egy nehéz kérdés. Jaj, én kérdezek Sally-től? Azt hittem, hogy én kérdezek az Ash-től. Akkor ezek szerint megváltozott a dolog. Én most boldog vagyok. Biztos, hogy jól vagy, szóval valami... Kicsit aggódom, érted? Nem tudom, úgy érzem, hogy leblokkolok. Úgy érzem, hogy minden rossz. Ezt meg hogy érted? Diszkomfortnak, valami nyomja a testét a Sally-nek. Az lenne a legjobb, hogy kiordít csak a világra, az égboltra. Ketté hulljon. Szóval micsoda? Csináljuk. Nem tudom. Gyere, jobban fogod magad érezni. Ordítottunk egyet közösen. Hé, Todd, és közben visszajöttem. Hé, visszajöttetek Ashley-vel?
Készen álltok? Nem voltunk randin, de igen. Oké, szóval, na, és akkor hogy ment? Tök jó volt újra látni őt. Jó érzés volt visszakapnunk őt. Ezzel egyetértek. Beszéltem Larryvel, és azt mondja, hogy megint történtek dolgok az apartmanban, vagyis úgy érzi. Megkértem, hogy jönjen át hozzánk ma este vacsorára. Tökéletes, nagyon jól tetted. Még egy kis idő kell az, amivel ő éppen dolgozok. De pár perc is készen áll. Oké, szólj, hogyha készen áll. Úgy lesz. Oké. Hoppá. Kaptam lelőtt egy SMS szal. Nagyon sajnálom, tesó, kérlek, ne okold önmagad. Bocsi, de miért? Miről beszélsz? Itt az ideje, hogy menjek. Jobb, hogyha nem csinálsz semmi hülyeséget. Már túl késő. Meg fog történni hamarosan. Ne szórakozz, Larry, ez nem vicces. Larry, hey! Larry! Ne, mi a francot csinál, Larry? Vedd fel! Vedd fel, Larry! Jobb, hogyha felveszed? Ó, Istenem, Larry! Oh God! Larry! Larry, I am coming, man! I'm coming! Jövök! Érkezem! Larry! Futunk, Larry, futunk! Na, tuti megölte magát az állat, ezt nem hiszem el. Én ezt nem hiszem el, ezt miért kell csinálni, és most kajak lesprintelem az egészet, nagyon durva. Larry! 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 Hol vagy? Lere, lele! Lele, lele, le! Larry's room! Hol a francban vagy? Már nem tudok kimenni, pedig körbe akartam nézni a többi szobába, fenébe! Felmed biztos a izé faházikóba! A faházikó! És ott volt egy levél. Ne! Ne! Larry! Mit tettél? Larry, miért? Jesus Christ! És itt vagyok megint a bíróságon. Itt van Ash! Nem vettem észre, hogy Saul máshogyan viselkedik először. Mikor kint voltunk a vendégtónál, akkor vettem észre, hogy valami probléma van. És ezt kezdett egy kicsit szomorúvá tenni engem. Miss Campbell! Szóval most ön időt töltötte Saul-lal. És nem vette észre, hogy ő veszélyes megmozdulásai vannak? Nem, uram. Nem, semmi erről nem volt szó. És nem is vettem rajta észre hasonló megmozdulást. Ő egy teljesen normális fiúnak tűnt elsőre. Aki körül voltak problémák ugyan. De azon az estén... El tudnám magyarázni, mi történt abban a faházban? Nemrég értem haza, és Saul felhívott engem. Talán egy órával utána. Nagyon, nagyon izgatott volt, és remegett a hangja. És elmondta, hogy Larry meghalt. Kértem, hogy hívja a 911-et. És hívta a 911-et? Nem. Nem szerette, nem, Saul és Larry nem nagyon szerette a rendőrökkel való kontaktot, ezért nem hívta fel, és nem bíztak a rendőrökben. Szóval úgy döntött, hogy nem fogja felhívni őket.
Amikor odaértem a faászhoz, szóval olyan furán viselkedett. Magában beszélt. És még soha nem láttam ilyennek őt. Próbáltam lenyugtatni, de nem lehetett. Azt mondta, Larry ott van a faházban. Egyszerűen nem tudtam összeszedni magam, nem tudtam, hogy mi történik. Felmentem a faházba, de nem találtam ott semmit. Csak üres dobozokat. Meg üvegeket. Látta vala is, tudta, hogy Sal esetleg alkoholista? Vagy az, hogy iszik? Nem. Sal nem nagyon nyúlt ezekhez a dolgokhoz. Egyébként is félt, hogy elrontja a család, tehát hogy nem ivott alkoholt magyarul. Ez nagyon durva egyébként ez a sztori. Ez nagyon durva, most akkor mi történt tulajdonképpen? Most megküldött, most Larryt elveszített és szel teljesen magába fordult, én ezt teljesen megértem. De Larry miért csokolt be? Az apukája miatt? Vagy mi történt tulajdonképpen? Nem tudom. Miért döntött így Larry, hogy ezt teszi inkább? Nem értem. És megint itt vagyok. Miután Ashley elment, Todd fel, megjelent. Elmondtam Toddnak, hogy Larry mit tett. Mindkettőnek szüksége volt, hogy összeszedjük magunkat. Larry volt a legjobb barátunk. Úgy olyan voltunk, mint egy család. De miért tett ezt a Larry? Mitől sokkalt be? Vagy a kult? Vagy mi történt? Mi történt a testével? Nem tudom. Valamit próbált nekem elmondani. De nehéz volt vele kommunikálni. Próbáljuk meg az új gírrel. Akkor most kapcsolatba akarunk kerülni Larrynek a szellemével tulajdonképpen. Ez történik most. Hoppá, itt az új gírem! Oh yeah! Be kell kapcsolnom. Tulajdonképpen most egy gitárról fogom Larrynek a szellemével felvenni a kapcsolatot. Wow. Aha. Még gombot kell? Aha, itt van. Az igen. Erről van szó! Megoldottam! Mi történt? Todd? Larry? Hello? Van itt valaki? Jézus Mária! Ghost of Alison Rosenberg. Ki az az Alison Rosenberg? Hello, dear Sally. Rose? Yes, Rose. Atya úristen. Ideje elmagyarázni. Valakit meg kell állítanom! Ez meg mi volt? Jézusom, valami fog történni! Valami fog történni, dudes! Át kell törnöm magam, hogy megtaláljam Larryt! Jézusom! Szóval mi történt? Jól vagy? Az, hogy nagyon megijesztettél! Hirtelen tiszta sokba kerültél. Hol voltál? Azt hiszem, hogy ez az egész gitárcucc működött. Láttam Rosenberget. És azt mondta, hogy a kultusz visszatért. És meg kell állítanunk mielőtt. Hát már nem állítjuk meg ezek szerint. Mi történt? Larry! Larry! Azt hiszem, Rosenberg segített nekünk valahogy. Ott ragadtam abban a fázban már mióta. Csak pár órával hagytalak magadat, te seggfej! Miért kellett ezt csinálnod? Miért hagytál el minket? Miért? Nagyon sajnálom, esküszöm. De nem volt sok időm. Rose és...
Meg kell állítanunk a kultuszt. Nem lesz egyszerű. Csak nem tudom elni, hogy miért tetted ezt, hogy tényleg elmentél. Gyerünk, Szal. Kapjuk el ezeket a szemeteket. És nem válaszol arra, hogy miért tette azt, amit. Miért nem válaszol rá? Jézus Atya Úristen. Jó, most srácok. Tudom, hogy ez egy nagyon furcsa, de innen fogom folytatni. A Sally Face, nem tudom, lehetséges utolsó részével, nem vagyok benne biztos még, srácok. Köszönöm, hogy megnéztétek, és nagyon sajnálom. Larry, miért tetted ezt, Larry? Miért? Hamarosan találkozunk, nem sokat kell rávárni, megígérem. Sziasztok addig is.